A vállalkozókat támogatja a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Egy program során elsősorban az adminisztrációs terheket veszik le az üzlettulajdonosok válláról, ugyanis pályázatok, hitelkérelmek összeállításában és azok utókövetésében, illetve forrás lehívásban is segítséget nyújtanak az Iparkamara vállalkozásfejlesztési munkatársai. Március végéig pályázhatnak a hátrányos helyzetű Tolna megyében, Tamási térségében található települések mikro- és kisvállalkozásai arra 2-től 10 millió forintig terjedő támogatásra, amit a cégek versenyképességének növelésére fordíthatnak. Eszközfejlesztés, ingatlan beruházás, bérjellegű költségek, marketing, ingatlanfejlesztés, nagyjából így ezt is foglaltam. Kiemelném az informatikai fejlesztést is, hiszen a kormányzat, illetve a minisztérium kiemelt részként, vagy kiemelt fejlesztési területként kezeli az IT fejlesztéseket. A kis települések üzleteit is támogatja a kormány. Akár 70 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a falusi kisboltok tulajdonosai. A vállalkozók a pályázatról és annak feltételeiről az Iparkamaránál szerezhetnek több információt. Ennél a pályázatnál már működő, vagy újonnan alakuló egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok tudnak majd pályázatot benyújtani. A települési üzlet, ugye egy élelmiszer jellegű üzlet fejlesztésére kell gondolni, illetve kapcsolódóan megjelenik kiegészítő szolgáltatásként adott esetben, hogy egy gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmények forgalmazása. A pályázat célja a helyi gazdaság felélénkítése, a kistelepülések népesség megtartó erejének növelése és a falvakban élők életszínvonalának javítása.